Sziasztok! A mai videóban autós videó lesz, és kicsit meg fogjuk pimpelni. Rendeltem hozzá egy-két extrát. Ez egy rendszemtebb a világítás, ami neonos, ami azért fontos, nem neonos ledes, ami azért fontos, mert hogyha ráadom a gyújtást, és felteszem a világítást, akkor látjátok ott fent kivillant az, hogy ki van égve az egyik izzó, ami nem igaz, csak hiába vásároltam olyan ledes izzót, ami kentbuszos, valahogy mégsem az. Ehhez pedig, amit rendeltem, járt ellenállás, úgyhogy elvileg nem lesz a műszerfalon az jelezve, hogy kiégett az izzó, illetve valamivel erősebb is lesz. Nekem tetszik, hogyha a rendszemtem a világítás erősebb. Ezen kívül vettem még egy ilyen bluetooth-os adóvevőt, ami gyakorlatilag a gyári rádiót tudja bluetooth-on működtetni, és akkor nem kell egy ilyen FM transmitter. Ez lesz, amit még kicserélünk. A tetőantennának a tömítése az halott. Azt cseréljük ki. A tetőantennát is megette az UV, úgyhogy az antennát is ki fogom cserélni. Illetve, ami a legfancibb, az az, hogy vásároltam olyan indexet, ami ilyen, nem tudom, hogy mi a szakkifejezés rá, hogy nem villog, hanem így úszik a LED egy irányba. Elvileg a műszakin is átmegy ezzel, úgyhogy ezeket fogjuk kicserélni. Szerintem kezdjük a rádióval, mert igazából ahhoz rendezkedtem be. Mindjárt le is teszem ide valahova a kamerát, úgyhogy jól lássatok ti is mindent. Az autó szándékosan nincs egyébként kitakarítva, mert vásároltam egy porszívót, amit majd szeretnék bemutatni mindenféle szempontból, és az egyik az az lesz, hogy egy nagyon dzsúvás autót hogy tudsz vele kitakarítani. Szóval, csomagoljuk ki a Bluetooth modul. Így néz ki. Ezt dugom a rádióra, ez a kettő lesz a táp, és akkor van még hozzá egy jack csatlakozó, amihez küldtek is mikrofont, amit majd valahova ide felülre, ha szeretnék, el tudok. Ez most meglátom, hogy itt hogy lesz hely, ezt lehet, hogy nem fogom használni, de erre is van opció. Ami még itt fontos, hogy alapvetően ezek a kábelek csupaszok. Vettem egy blankolófogót a Lidl-be, és ehhez járnak mindenféle kis, nem tudom, sarú, végsaruk, és ezzel raktam rá az autóba, hogy ki tudjuk szedni a rádiót. Nekem még korábbról vannak speciálisan ehhez kialakított eszközeim. Szóval nagy nehezen sikerült kibindzsiznem a rádiót. Ez az antenna, ez pedig a multikormány, meg a hangszórók, meg hát a táp. És figyeljátok, csoportban vannak ilyen tök jó rajzok, amiket majd kimentek, és feltöltöm, hogy ti is tudjátok látni, megnézni. Illetve azt még el is felejtettem mondani, hogy amúgy mindent a Wish-ről rendeltem, és mindennek a linkjét a videó leírásában megtaláljátok, illetve a videós weboldalamon is, mert az is készülőben van, és mire a videó kimegy, valószínűleg addigra már publikálom. De az a lényeg, hogy vannak ilyen tök jó képek, amiből pontosan tudom, hogy melyik kábelt hova kell csatlakoztatnom, úgyhogy ezen sem kell gondolkodnom. Nos, sikerült beleraknom. Sajnos, amit eredetileg ráraktam, csúszósarút, az nagy, így el kellett futnom ilyen kisméretűért, majd csináltam képet, úgyhogy be fogom ide vágni, és akkor látjátok, hogy mit alkottam, és akkor nincs más hátra, mint hogy csatlakozókat visszarakjuk, meg az antennát. Bluetooth egységet, én csak ide belógatom.
akkor szépen. Visszatoljuk a rádiót. Úgy. És akkor most kellene azt kipróbálnunk, hogy működik a Bluetooth. Hát úgy látom, hogy semmit. Most a helyzet a következő. Itt van ez a csodálatos Bluetooth modul. Megvásároltam hozzá a kisebb csúszósarukat, bekentem már ilyen kontakt kenőanyaggal is. Annyi történik, hogy ez a szerencsétlen LED kettőt villan, amikor bekapcsolom a rádiót, és nem csatlakozik hozzá a telefon, úgyhogy ez nem jött össze. Úgyhogy szerintem menjünk is tovább. Én azt mondom, hogy nézzük meg a rendszámtábla világítást. Szóval itt van a két rendszámtábla megvilágítás, ezeket most kipattintom, és akkor berakom a helyére az újat, illetve az ellenállást. Illetve én minden ilyen, ami kívül csatlakozó, azt bekenek ilyen villanyszerelői pasztával, mert ez meggátolja a korróziót és szigetel. A régi ledet pedig hasznosítani fogom a trend, vagy a csomagtérben világításnak. Következő, amit cserélünk, az az index. Ez sima izzós.
az a baj, hogy fent hagytam a műanyag kiszedőt, úgyhogy ezzel a jégkaparóval. Ezt gyakorlatilag megette az UV és minden egyéb. Adunk ide is egy kis korróziógátlót. Oldalt szedtem. Vagy nem, mert igazából ugyanaz mind a kettő. Fasza. Megyünk a másik oldalra. Gyakorlatilag ez így néz már ki belülről. Hú, a víz is áll benne. El is van rozsdásodni az iccú.
sem ez most elég faszán néz ki. Utolsó napirendi pont pedig a antenna tömítés cseréje, ami már ilyen kis atomjaira foszlott UV-zabált. Nem tudom, mivé változott. Ezt elvileg csak rá kell húzni. Az új tömítés, kettőt rendeltem. Végnek. Tökéletes. És úgy látjátok, azért az antennát is itt megeszegette az UV, úgyhogy ezt is kicseréljük. Ilyen picikére. Azért ez durva. Lehet 2007-es az autó. Már csak egyetlen egy dolog van vissza, hogy lássuk, hogy az előtétellenállások megfelelően működnek-e. Dobja-e az autó a hiba üzenetet a rendszámtábla világítás miatt? Feladom a világítást. Nem tökéletes. És az indexre sem. Egyszerű. Igazából ennyi lett volna ez a kis videó. Sajnálom, hogy a bluetoothos egység az nem működik, mert annak örültem volna. Meg ez a típusú csatlakozó elég sok autóban van. Nektek is lehet, hogy hasznos lett volna. Azért mondjuk utána járok, hogy lehet, hogy ez valami hibás, amit én kaptam, vagy az én rádiómban esetleg egy másik széria kellene. Következő videóban majd tájékoztatlak titeket, ami ilyen autós lesz. És akkor köszönjük, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!